Sziasztok! Végeztem a délelőtti műszakommal a munkával, volt kb. 5 percem, hogy átálljak az edzés módra, úgyhogy segítségül hívom a Heartbloodot, aztán úgy tervezem, hogy nyomok egy jó kemény válledzést. Azt mondtam, hogy válledzés lesz, és most mégis egy mellgép előtt vagyunk. Ez egyszerűen azért van, mert nekem most az edzés beosztásom olyan, hogy a láb és a hát kivételével minden izmot kétszer dolgoztatok meg. A második edzés az nem egy kőkemény, igazi, nagysúlyos edzés, hanem inkább csak egy kis vérbőséget okozok az adott izomban, és a vállal a mell van, úgyhogy most egy mell gyakorlattal kezdek, csak egy kis pumpálás gyanánt. Ilyenkor tényleg nem az a lényeg, legalábbis számomra, hogy most nagy súly, hanem inkább, hogy vérbőséget okozzak az izomban, úgyhogy a pihenőidőket szoktam ilyenkor lecsökkenteni. Na, bemelegedett a vállam, pumpáltam egy kis vért a mellbe, most jön akkor az igazi válledzés. Mostanában a váll hátsó részével szoktam kezdeni. Két oka van. Az egyik az egészség. Ugye mindig figyelembe kell venni, hogy egy izom úgy fejlődjön, hogy minden része egyformán erős legyen. És hogyha valaki nagyon nagy energiákat fektet a nyomásokba, akkor a váll első része nagy terhelést kap, és általában elmarad a hátsó. Ez nem csak esztétikailag nem jó, hanem egészségügyi problémákat, ízületi problémákat is okozhat. Tehát ez az egyik oka, hogy most ebben kezdek, a másik pedig a látvány, hogy szeretném, hogyha egy kicsit még jobban puposodna hátrafelé a vállam. Én úgy szoktam hívni ezt, hogy hetes váll. Tehát amikor oldalról nézed a vállat, és erre hátrafelé kipuposodik, és erre jön lefelé itt, ahol a felkarcsont van, itt ez úgy néz ki, mint egy hetes. Úgyhogy építünk egy hetes vállat. Ennél a gyakorlatnál magasabb ismétlés számot szoktam alkalmazni. Ugye az első sorozatnál akár ilyen 25-30 ismétlést, de 15 alá nem nagyon megyek. Így szoktam tartani a kezem. Tehát ha megnézitek, itt a fogantyú, és itt a kézélemet támasztom neki, és azzal tolom el. Hogy miért nem így fogom? Egyszerűen az az oka, hogy ha így fogom, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy leesik a könyök a váll szintje alá. Így viszont sokkal hatékonyabban tudok koncentrálni a hátsó vállra. Utolsó sorozatom jön, itt általában szoktam egy csökkenő sorozatot csinálni. Kétszer-háromszor csökkentek majd, ahogy érzem. Következő gyakorlatunk a döntött törzsű oldalemelés. Itt is előrefelé néz a kézfej. Gyakorlatilag ugyanazt a mozdulatot csinálom, mint a gépnél, csak kézi súllyal. Na, ott a hetes, legalábbis reményeim szerint. Jó kis rágó ízű BCA Express. Általában 4 sorozatot csinálok egy gyakorlatból, bár ez nem szentírás, valamikor 6 vagy 7 lesz belőle. Folyamatosan emelem a súlyt a sorozatonként, és megpróbálom itt is tartani a magas ismétlés számot. Fogjátok majd látni, hogy a végén ez már csak úgy megy, hogy tulajdonképpen lengetem egy kicsit a súlyt, tehát szabálytalan,
de arra törekszem most, hogy a lehető legtöbb vért pumpáljam az izomba. Sok vita van arról, hogy magasabb ismétlésszám legyen könnyebb súllyal, alacsonyabb ismétlésszám nagyobb súllyal, magas ismétlés nagyobb súllyal, tehát hogy mi az igazán jó. Én úgy gondolom, hogy nincsen biztos recept, még egy embernél sem, mert a test az évről évre változik. Egy program működik egy bizonyos ideig, és utána a test megszokja azt a bizonyos terhelést. Most itt is vannak viták, hogy nem szokja meg, ha folyamatosan növeljük a súlyokat. Igen, ez így igaz, de akkor már az már egy változtatás a programban, hogyha nagyobb súlyokkal dolgozol. Én általában azt szoktam csinálni most, hogy visszavonultam ugye a versenyzéstől, most van időm kísérletezni. Kitűzök magamnak egy ilyen 6-8 hetes időszakot, és akkor egy bizonyos szisztéma szerint edzek, egy bizonyos edzésbeosztással. Kipróbálom, hogy milyen hatással van a testemre. Így saját tapasztalatból fogok tudni tanácsot adni a vendégeim számára is. Következő gyakorlat az oldalemelés ülve, de csak részismétléssel. Viszont nagyobb súllyal, mint amennyit, amivel tudnám csinálni az egész teljes ismétléseket. Ennek az a lényege, hogy mivel csak eddig emelem a karom, a csukjának esélye nincs arra, hogy beleemeljen, tehát csak a váll oldalsó része fog dolgozni, és itt aztán lehet böszme nagy súlyokat mozgatni. Ennél már használok gurtnit, mert 22 kg fölött a kézisúlyzóknak a markolata vastag, az ujjaim meg rövidek, nem tudom rendesen átfogni, és ne arra kelljen koncentrálnom, hogy ne csúszson ki a kezemből, hanem tudjak figyelni a vállamra. Én mindig úgy szoktam, hogy itt a hüvelykujjam és a mutató ujjam között megy ki. És így nem gyűrődik, szerintem így fog legkevésbé elszakadni. Fölvenni pedig mindig úgy, hogy a fogantyú, az a gurtni és a tenyered közé kerül. És így rá lehet szorítani. Karbantartás. Jó, következő gyakorlat, oldalemelés géppel. Itt teljes mozgástartományra törekszem, legalábbis az elején, addig amíg megy. Megpróbálok itt is viszonylag magasabb ismétléssel dolgozni, tehát minimum a 10, de inkább 15. Kérdezhetitek, hogy miért géppel emelek oldalt, és miért nem hagyományosan kézisúllyal? Nagyon egyszerű a válasz, változatosság. Szoktam kézisúllyal is csinálni teljes ismétlést, néha egy kézzel, néha kettővel, néha ülve, néha állva, váltogatom. Tehát nem mindig ugyanazt csinálom, ugyanazzal a súllyal. Körülbelül ugyanaz a szisztéma, de a gépeket, gyakorlatokat szoktam váltogatni. Eszembe jutott még egy dolog, ami fölmerülhet kérdésként, hogy miért 15 ismétlés, vagy miért 10. Én azt mondom, hogy nem is kéne számolni az ismétléseket, csak csináld, ismétlést, ismétlés után, gyerünk, ameddig megy. Nyilván nem kell minden sorozatot az abszolút bukásig csinálni, de hogyha te elhatározod, hogy 10 ismétlést fogsz csinálni, akkor 10-nél le fog blokkolni az agyad. Ez egészen biztos. Egyszerűen így működik az emberi agy. Ne korlátozd le saját magad előre. Ha egy jobb napod van, erős vagy, és megy a 12, miért ne csinálnál 12-t? Ha pedig rossz napod van, és nem megy a 10, csak 7, minek beleerőlködni azt a 3-at teljesen szabálytalanul, kockáztatva a sérülést, ha egyszer nem megy, akkor csinálj csak 7-et. Hidd el, nem ezen fog múlni, hogy fejlődsz vagy nem. Még egy fontos dolog van ennél a gyakorlatnál, hogy a váll az a felkart csontot mozgatja, nem az egész kart. Tehát nem arra kell koncentrálni, hogy te fogantyút megfogod és azt emeld föl, hanem hogy a felkart csontodat távolítsd el a törzs középvonalától. Ez a vállizom feladata. Mindig erre kell koncentrálni. Váll első része jön. Előre emeléssel fogok kezdeni ülve. Döntött támlás padon.
ez a mozdulat. Lent mindig megállok, megtöröm a ritmust, tehát nem lengetem. Legalábbis az első sorozatban biztos, hogy nem. Az utolsóban meg biztos, hogy igen. Már hallom, hogy kérdezitek, hogy miért jobb így csinálni, mint állva. Az igazság az, hogy nem jobb. Más. És ez benne a lényeg. Itt nem tudsz annyira csalni. Igaz, hogy nem tudsz akkora súlyt használni, de valamit valamiért. Szoktam én is állva, váltott karral, amikor ilyen brencsváranes módon így lengetünk, jó nagy súly, bár ott is megpróbálok tudatosan és szabályosan lengetni, tudom, hogy ez most hülyén hangzik, de a lényeg az, hogy dinamikusan föl és fékezve, lassítva leengedni, hogy a negatív szakaszt jobban kihasználjam. Itt is, hogyha megfigyelitek, fölfelé megpróbálom egy kicsit dinamikusabban, de ez nem jelenti azt, hogy lendületből, és lefelé pedig fékezem, amennyire csak tudom. Utolsó sorozat jön ebből a gyakorlatból. Közkívánatra csinálok egy úgynevezett hibrid sorozatot. Ez azt jelenti, hogy elkezdem úgy, ahogy eddig láttátok, szabályosan. Nem számolom az ismétléseket, amennyi megy. Amikor már nem tudom szabályosan csinálni, akkor elkezdem lengetni. Amikor már az sem megy, akkor fölállok, és aztán mindent vele. De azért persze ezt is csak ésszel. Utolsó vágyakorlat, nyomás gépen, ezt is különleges módon természetesen, egy kézzel. Hogy miért? Egyszerűen azért, mert ehhez van most kedvem. Azért, hogy normális választ is adjak a miértre. Ugye az edzés elején elmondtam, hogy most megpróbálok inkább a hátsó részre koncentrálni, ezért az utolsó gyakorlat a nyomás, ez az egyik oka. A másik pedig az, hogy én is ember vagyok, nem egy földön kívüli, és bár próbálom mindig elkerülni a sérüléseket, azért időnként előfordul, hogy meghúzódik ez az, és most a bal vállam egy kicsit rakoncátlankodik, és nem akarok eszetlen lenni, és bazinagy súlyos nyomásokkal még jobban megterhelni. Inkább egy pár hétre most kicsit hanyagolom a nagy súlyos nyomásokat, helyre jön a vállam, és akkor megint lehet adni neki. Vége az esti tornának, most kezdődik a regeneráció. Az első lépése az, hogy kajálok egy jót. Megmutatom, hogy nekem mi a edzés utáni turmixom. Főtt rizs, van alatta egy kis víz, csak azért, hogy ne legyen annyira száraz, hogy amikor ráöntöm a proteint, akkor jobban el lehessen keverni. Ez a megújult 100% Whey Professional, kíváncsi vagyok erre az új ízre, a sós karamellre. A karamellt imádom, a sósat imádom, meglátjuk együtt a kettő milyen. Egy kicsi mellé ment, úgyhogy teszek bele még egy picikét. Így, ennyi. Túlzásokba nem esünk. És most jön a nagy trükk, amire mindenki kíváncsi. Da-da-da-da. Szőlő. Kereken 30 szem, reggel számoltam. Szépen összekeverjük. Tudom, hogy nem túl guszta, nem séf versenyre készülök. Egyszerűen csak az edzés alatt megéhezem, és ilyenkor visszatöltök. És hogy elmondjam, hogy miért van benne a szőlő. Egyrészt azért, mert szeretem.
másrészt meg egy kis cukor, ami ilyenkor nem árt edzés után, egy kis gyorsan felszívódó szénhidrát. Tudom, bele lehet kötni a fruktózba, hogy az nem a legtökéletesebb, miért nem inkább vitargót öntök hozzá, meg minden, de könyörgöm, ennyit hagy engedjek már meg magamnak. Szóval nem aszkéta életet akarok élni. Nyilván odafigyelek a kajára, de nem kell az extremitásokig menni. Jó étvágyat! Szeretnék még egy dolgot elmondani, az igazi nagy titkot. Ezerszer hallottátok már, biztosan, hogy minden fejben dől el. Én egy picit átfogalmazom, hát ha úgy jobban érthető lesz. Mentalitás. Ez a titka mindennek, hogy milyen mentalitás állsz hozzá, akár az edzéshez, akár a táplálkozáshoz, akár a munkához, akár a tanuláshoz, hogy egyáltalán az élethez. Én mindig a természetben keresem a megoldást, mert én úgy gondolom, hogy bármilyen kérdésre megtalálod ott a választ. És van egy állat, amit csodálok. Ez a sas. És megpróbálom a sasnak a mentalitását átvenni. Nem könnyű, de megéri. Milyen a sas? Mindig egyedül szárnyal. Nem megy a többiek után. Egyedül mutatja az utat ott fönt. Ne félj. Ne félj különc lenni. És akkor viszed valamire.